A hazaiak szerezték meg a vezetést, amire azonnal válaszolt is a Ferencváros. A 20. percig fejfej mellett haladtak a csapatok, többnyire a Kisvárda vezetett, a félidő hajrája azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így 14-12-es vendégelőnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő elején ellépett ellenfelétől a Fradi, 6 gólra nőtt a különbség, a Kisvárda azonban nem adta fel, az utolsó 5 percben faragott hátrányából a házigazda, így végül 4 gólos győzelemnek örülhetett a tabella második helyén álló Ferencváros. Ott válok az ellenfélnek, mert nagyon nagy erőbedobásra kényszerítettek minket, és végig is egy nagyon jó hangulatú mérkőzést játszottunk. Én különösen örülök annak, hogy ez nem lett sima, mert feltétlenül azt gondolom, hogy számunkra ez volt most a kedvező, de mindenképpen egy kicsit elégedetlen vagyok mind a védekezésünkkel, mind a támadásunkkel, tehát ilyen dekoncentrált volt. A sebességünk megfelelő volt, én azt gondolom, és a Kisvárda is nagyon jó sebességen kézilabdázott, de én feltétlenül úgy gondolom, hogy mi rendkívül sok hibával. Mindezek ellenére, tehát a 2 pontért jöttünk, az megvan, és megyünk tovább. Örülünk neki. És még egyszer gratulálok az államfőnöknek, mert tényleg egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani. A hazaiak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével, mivel a meccs végéig teljes előbedobásra készítették ellenfelüket. Én úgy gondolom, amit terveztünk, az megvalósult. Mi nekünk az volt a szándékunk, hogy a jövő heti Debrecen meccsre felkészülvén, ahol szeretném vagy pontot és vagy pontokat szerezni. Egy jó meccset játszottunk a Ferencvárossal, ami úgy gondolom össze is jött. Erőbedobásra kényszerítettük a Fradit. Ott volt a első fél 20. percétől a másik fél 5. percig egy ilyen 12 perces gólcsendünk, ahol elléptek. Aztán újra hál' Istennek a cserék is jó szálltak be a mérkőzésbe, és újra magára talált a csapat. Úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek. Én azt mondom, ez az eredmény ránk nézve ízelgő. A tabella élén a Győr áll 41 ponttal, megelőzve a 37 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 12 ponttal a 12. helyen várja a következő fordulót, pénteken Debrecenben lép pályára Dévényi János együttese.